A nyári átigazolási időszakban minden futballcsapatnál jelentős a játékos mozgás, nem kivétel ez alól a Kisvárda sem. A legutóbb az NB2 harmadik helyén végző együttestől közel tucatnyi futballista távozott, helyükre pedig a fiatalitást és a távlati célokat szem előtt tartva szerződtet új játékosokat a klub. Révész Attila szakmai igazgató szerint fontos, hogy megtalálják azokat az 1997. január 1-je és 1998. január 1-je után született fiatalokat, akiknek kötelezően a pályán kell lenniük a meccseken. Kapus poszton jelentős változások történtek. Ott az Iváncsi Alexet úgy elengedtük, úgy néz ki, hogy most a Somának is játék lehetőséget biztosítunk más csapatnál. Ezért oda igazolnunk kellett a Molnártól, mi jött a Szolnokról, a Zöldes Illés jött, ő a 98-as kategóriába tartozik a Videotontól, és még egy kárpátaljai játékos, aki tavaly a Mándok csapatában volt, a Cserepkó, lesz a harmadik számú, hogy ő az egyik a három közül. A védelemben pedig szintén a fiatalok közében sorolható 98-as kinti akadémiánkon korábban már szereplő Zánkó Grisa, az egyik játékos, ide várjuk, még hétfőtől csatlakozik a Fótyik Dominik. A védelemben én úgy gondolom, hogy még a bal hátvéd poszton bevethető fiatal 97-es Puskásból igazolt Fodor Ákos lehet még a segítségünkre. Középpályán a Zoltán Szelcsút hoztuk el a Cigánról, ő még hátvéd sorba is be tud segíteni, majd a támadó sorba hoztunk játékosokat. A középpályára, a támadó részébe szintén fiatal, egy Melnyik kinti akadémiánkról jött be, a jobb támadó, jobb középpályára a már Mándokon szerepelt Vezdel nevezetű játékos, szintén a kinti akadémiánkról jött be, és a csatárposzton pedig a Lukás Rajmund, aki azonnal bevethető, és én úgy gondolom, hogy még egy csatár, illetve még egy középpályás érkezésével a keretünk teljes lesz. Az átigazolási időszak augusztus végéig tart, de csapat nélküli futballistát azt követően is szerződtethet a klub. Magyar játékosban most nem gondolkodunk, külföldiekben elsősorban, akik később talán el is adhatóaká válnak, és egy olyan csatár van most, aki nagyon nagy ereje lehet majd a támadó szekciónknak, akár a támadó középpályán, a támadó sorban is, Görögországból. Reméljük, hogy a klubjával meg tudunk most egyezni, és felbontja a szerződését, és akkor már jövő héten csatlakozunk hozzánk. Egy korábbi szerb gókirály, aki Vojvodina területére jön, és magyar felmenőkkel rendelkezik, vele megállapodtunk. Én úgy gondolom, még egy jó irányító középpályás elférhet, de mindent meghatároz, mondom még egyszer, hogy a két fiatalt hova tudjuk majd a csapat szerkezetén belülre elhelyezni. A Kisvárda szombaton két felkészülési meccset is játszik. A keret egyik feléből kialakított csapat 10 órától a Nyírbátort fogadja, a többiek pedig 18 órától a szlovákiai Terebesen lépnek pályára.